Téglás Zoli vagyok, egy Knightnak az énekese. Máma Veresegyházon, a Veresegyházi polgármester hivatal kivágott több mint 200 éves fát. És én úgy érzem, mint a rokonomat megölték volna. 2 évvel ezelőtt valakit oda küldték, hogy vágják vissza a fákat, nem tudom miért. Mert Magyarországon mindenki fél, hogy ráesik egy fa. Jön egy nagy vihar, és ráesik egy fa, és ott fog mindenki meghalni. Én zenész vagyok, és tudtam, hogy rosszul csinálják, én nem vagyok itt favágó ember, én zenész vagyok, és láttam, hogy így vágja vissza a fákat, télen, képzeld el. És oda mentem az emberhöz, és mondtam, hogy nem érti, mert láttam, hogy nem érti, hogy vágta vissza a fákat. Télen így vágta a fákat, hatalmas nagy fákat, így. Asztal szinten levágta. Én oda mentem a másik nap, 350 ezer forint, vagy többet fizettem rá, hogy visszavágjuk így, és le is pecséltük, ilyen Németországból hoztuk be ilyen pecsét, ilyen fekete és piros pecsét, ami védi a fákat. De ráesik a hó, vagy a víz, vagy valami, akkor le fog így csúszni. Visszajövök Magyarországon, Veresegyházra, egy hónapban, és így vágtak vissza a fákat. Nincs semmi pecsét rajta. Képzeld el, hogy 2 év alatt meghalt az a 2 fa. Veresegyház nekem innen száll, ez a rész, ez a középső rész a Veresegyháznak, ez a szíve, itt ez a rész, mert ezek a fák miatt nekem. Ezeket a fákat Zoli ükapja ültette. Az unokák és dédunokák itt játszottak a lombok alatt. Amikor évtizedekkel később Zoli azt hitte, hogy láncfűrésszel esnek majd nekik, előbb úgy belőle az ökoharcos. Visszamentem hátizsákat, beletettem piát, a kaját, vizet, minél ez meg az, és fölmásztam ide. Úgyhogy, ha akarták kivágni, akkor engemet is ki kell vágni. Most jöttem vissza turnéból, és annyit csörgött a telefonom, le kellett zárni, mert aludtam. Arra kellek föl, hogy 15 üzenet, hogy Zoli, csinálja valamit, mert vágják a fákat Veresen. Hanem nekem kell csinálni valamit Amerikából? Hol vannak a férfiak Veresen, vagy a nők? Nem gondoljátok, hogy lehet, hogy neked a unokádnak, vagy a gyerekeknek jó lenne ezek a régi fák, hogy maradjanak? Vagy ha kihalt egy fa, akkor lehet, hogy a denevérek, vagy a madarok abba fognak élni? Miért kell mindig valaki más csinálni a te dolgodat? Szingapúrban egy fának annyi joga van, mint egy embernek. Nem tud senki Veresegyházon ott állni a fák, a fűrészkép ellen. Senki tud ott állni és azt mondani, hogy nem, itt nem vágjuk szét a minden természetet. Könyörgök, azt kérem, légy szíves, hogy segíts nekem, hogy ne vágjanak még egy fát ki Veresegyházon. Ha valaki hallja, hogy megy a fűrészképek, menjenek oda is, és kérjék meg, hogy álljanak le az emberek. Ha valaki ott dolgozik a polgármesteri hivatalba, légy szíves, ne vágjál még egy fát ki Veresegyházon, nincs elég úgy is. Légy szíves, könyörgök. Save the trees of Veresegyház. Segíts!